Elindult a járványról szóló nemzeti konzultáció. A felmérés, melyben 7 darab kérdésre lehet válaszolni, a megszokottól eltérően csak online formában érhető el. A témák között szerepel a védettségi igazolvánnyal, a kijárási korlátozással, illetve az éttermek, sportlétesítmények újranyitásával kapcsolatos kérdés is. A Tolna megyeiek véleménye elég változatos, hiszen akad olyan, aki szerint egyáltalán nem szabad enyhíteni a kormánynak. Amíg ez a járvány tart, addig nem szeretném. Ez nagyon helyes, mert egyébként embereket nem lehet visszatartani csak ilyen erővel. Más úgy gondolja, hogy csak azok az emberek kapjanak enyhítést, akiket már beoltottak a koronavírus elleni vakcinával. Fokozatosan, aki védett, aki megkapta az oltásokat, talán azoknak. Akad olyan is, aki az éjszakai kijárási tilalom megszűnésének örülne. Az éjszakai az mondjuk engem már nem érint, de a fiatalokat, őket igen. Úgyhogy szerintem azt is már fel kellene oldani. Sokak véleménye az, hogy a vendéglátóiparnak kellene kedvezni. Elsősorban szerintem az éttermek, mert azért az egy sokkal több réteget érint. A kormány mindenkit arra bíztat, hogy vegyen részt a konzultációban, így minél hamarabb térhetünk vissza a megszokott mindennapokhoz. Akkor tudunk jó döntéseket hozni, ha a járványügyi szakemberek javaslatai mellett azt is tudjuk, hogy ezek közül mit támogatnak a magyar emberek. Ha egyetértési pontok jönnek létre, akkor erősebb lesz a járvány elleni összefogás, és hamarabb térhetünk vissza a normális életünkhöz. Az online kérdőívet csak regisztráció után lehet kitölteni, ami ugyanazon az oldalon található, ahol a védőoltásra kell jelentkezni.